73 éves Dunai város az évforduló alkalmából rendeztek ünnepséget a Mombach kúriában, ahol átadták a Dunai város díszpolgára címet is. Véradást tartottak a Dunai városi rendőrkapitányságon, ahol ezúttal az egyenruhások adtak vért. A Dunai város alapítóinak egyesülete társszervezetét látta vendégül a hétvégén, akik a várossal is ismerkedhettek. A Vezdi de Capo alapfokú művészeti iskola sikereiről számolunk be. Köszöntöm nézőinket, önök a DSTV híradóját látják. Dunai városi legfontosabb híreivel jelentkezünk. Kérem, hogy tartsanak velünk. Dunai város 73. születésnapja alkalmából idén a megújult Mombach kúriában adta át Pintér Tamás polgármester a Dunai város díszpolgára kitüntető címet. A közgyűlés döntése szerint az idei évben a díszpolgári címet Uris Atti Gyula, többszörös buvárúszó világbajnok, paralimpikon vehette át. Ünnepi eseménynek adott otthont pénteken délután a felújított Mombach kúria, ahol önkormányzatunk a város 73. születésnapját ünnepelte. Pintér Tamás polgármester a díjátadás mellett természetesen megemlékezett a városság nyilvánítás eseményéről, az eltelt 73 esztendőről is. Nagyon fontos egy születésnap minden alkalommal, amikor megünnepeljük, és akkor egy picikét visszatekintünk a múltra, és hogyha Dunai város múltjára tekintünk vissza, akkor láthatjuk azt, hogy mennyi nehézségen ment, tehát politikai, gazdasági, szerkezeti változások voltak Dunai város életében, amiben, hogyha belegondolunk, hogy egy Dunafer, ahogy kivonult a városunknak a finanszírozásából, és ami tudom, hogy mindenkinek nagyon fájt, de akkor is tudtunk bizonyítani, és akkor is be tudtuk mutatni azt, hogy igenis Dunai város egy összetartó közösség. A dunai városiak büszkék arra, hogy itt élnek, és itt születtek, itt élnek, és rendkívül büszkék arra, hogy Dunai városiak. Az ünnepségen Pintér Tamás átadta az idei évi Dunai város díszpolgára címet Uris Atti Gyula négyszeres világbajnok és Európa-bajnok búvárúszónak, világbajnok mozgáskorlátozott sporthorgásznak, paraolimpikon sportlövőnek, egy igazi dunaivárosi példaképnek. Búvárúszóként 1982-től 99-ig volt a magyar felnőtt válogatott keret tagja, uszonyos úszásban többszörös magyar bajnok, tájékozódási búvárúszásban világ és Európa bajnok. Egy sajnálatos sportbaleset következtében 25 évvel ezelőtt egy búvárpalack felrobbanása után mindkét lábát elveszítette térd alatt. Van, aki sajnos az életét is feladja ilyen helyzetben, de Uris Atti Gyula nemhogy felépült, de a sport és a mozgás iránti szeretete, a lelkes fiatalok utánpótlás nevelésébe vetett hite nem engedte, hogy eltávolodjon a sporttól, tovább folytatta a búváredzői hivatását, és új sportágak is felkeltették érdeklődését, úgy, mint például a sportlövészet és a versenyhorgászat, amelyekben nevéhez rendre igencsak eredményes szereplések kötődnek. 2001-től Uris Atti Gyula a Magyar Tájékozódási Búvárúszó Szakák vezető edzője lett, 2007-től a parasportlövő válogatott tagja. A díjátadást követően Uris Atti Gyula Dunai város díszpolgára így köszönte meg az elismerést. Nagyon szépen köszönöm ezt a kitüntető címet. Nagyon örülök, hogy Dunai városi vagyok. Rengeteget kaptam a Dunai városiaktól, hiszen itt a Dunai városi egyesületbe tudtam elérni. Megkaptam a lehetőséget arra, hogy tudtam sportolni. A Dunai Vasműtől megkaptuk az anyagi támogatást arra, hogy világversenyeken tudjunk részt venni. Későbbiek folyamán a Paralimpia Bizottságtól ugyanúgy megkaptam ezt a támogatást, hogy a kitűzött célokat el tudjam érni, és most az 5. olimpiámra próbálok kijutni. Köszönök mindenkinek, aki segített a sport teljesítményemnek az elérésébe, és büszke vagyok arra, hogy dunai városi vagyok, és hogy nagyon sok dunai városi segített nekem ebbe. Úgyhogy hajrá, Dunai város! Uris Atti Gyula inspiráló élettörténete, kitartása mindenki számára példa lehet arra, hogy lehet hittel, vasakarattal és rengeteg munkával eredményeket, akár sikereket elérni. A díjátadás után Szabó László, a Magyar Paraolimpia Bizottság elnöke méltatta Dunai város új díszpolgárát,
Az ünnepség hivatalos része a szózat eléneklésével ért véget. Ezt követően Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester mondott pohárköszöntőt Gurisatti Gyula részére, és az érdeklődők pedig megtekinthették a felújított munkba kúriát Kronász Margit történész által vezetett tárlaton. Május 1-én 10:30-kor nyitják meg a Sugárúti Fesztivált a Vasműúton. Az immár talán hagyományosnak mondható rendezvényre idén is minden korosztályt várnak a szervezők, és arra kérik a látogatókat, hogy öltözzenek korhű ruhákba, hogy minden téren visszahozzuk az út 60-as, 70-es, 80-as évekbeli hangulatát. Városunk főutcája ezen a napon le lesz zárva a Kossuth Lajos és a Kuhász utca közötti szakaszon. Ezen a részen a parkolókat is ki kell üríteni, ezért a közlekedők és az ott lakók türelmét kérik. A lezárással párhuzamosan idén is megtörténik az út és a parkolók takarítása, ezért a városüzemeltetés azt kéri, hogy az ott parkolók már előző este, tehát április 30-án 18 óráig álljanak el, hogy meg tudják csinálni a takarítást. Az igazi majális hangulatot idén is igyekeznek biztosítani, így lesz ingyen sör és virsli a látogatóknak, és egy tribünt is építenek, ami fotófalként funkcionál majd. A gyerekeket játszóház, kézműves foglalkozás várja, míg az idősebb korosztály számára idén is vezetett túrákkal készülnek. Az önkormányzat oldalán hamarosan elérhető lesz a részletes program, és annak a két régi Ikarusz busznak az útvonala, amelyik a várost járja majd. Az egyik a Békevárosi rész, míg a másik a római városrész felé közlekedik majd. Idén is várják azoknak a jelentkezését, akiknek 60-as, 70-es, 80-as évekből vannak járművei, tehát régi Trabant, Skoda, Warburg, Lada, vagy akár egy Opel Kadett, egy szép egyes Golf, de várják a motorokat is, MZ-k, Schwalbik számára is lesz hely. Tavaly óriási sikert aratott ezeknek az autóknak a bemutatása, idén is várják a vállalkozó szellemű király kiállítókat. Jelentkezni a kabinet@dunaiváros.hu e-mail címen lehet, itt tudnak bővebb felvilágosítást adni a rendezvény részleteiről is. Tehát május 1-e és Vasműút mindenkit szeretettel várnak. Folytatódott a szép hagyomány, ismét véradást tartottak a rendőr kapitányságon. Április 23-án délelőtt 30-nál is többen adtak vért a rendőrség és a társszervezetek állományából, de várták persze a civileket is. Idén újra. A koronavírus járvány előtt rendszeresen szerveztek véradást a rendőrségen is. Ez a hagyomány folytatódott idén áprilisban egy rövid kihagyás után. Nagyon szép számokat produkáltak a kék lámpások és a társszervezetek munkatársai, valamint persze a civilek is, hiszen 30-nál is többen vállalták a csapolást április 23-án. Német Miklóssal beszélgettünk a helyszínen. Hát a várakozásnak megfelelően jönnek a kollégák. Nagyon régen volt már nálunk véradás, a Covid óta tulajdonképpen egy kicsit megszűnt. Előtte éves rendszerességgel, kettőt, egyet, mikor milyen lehetőségeink voltak, tartottunk. Ezt próbáltuk meg most is feleleveleníteni, és elég jól sikerült, ahogy nézem, a másfél óra után már 25 környékén járunk, ami egy nagyon jó szám, és nagyon örülök neki, hogy ilyen aktívak a kollégáink. De nem csak a rendőrök jönnek ide vértad, jönnek a tűzoltók, jönnek a bévések, és ahogy mondtad is, bárkit szeretettel várunk. Ez talán egy kicsit arról szól, hogy segítsünk mi közösen az emberekkel, az állampolgárokkal és a társszervek kollégáival együtt. Német Miklós egyébként immáron 63. alkalommal segítette az embertársait, sem egyenruhában, sem pedig civilben nem kérdés számára, hogy amikor csak tud, vállalja a véradást. Én rendszeres véradóként nem csak egyenruhában, hanem egyenruhán kívül is, vagy az egyenruha viselésén kívül is igyekszem mindig eljutni egy évben négyszer, esetleg ötször arra, hogy vért adjak. Ez szerintem egy belső indítatás kérdése. Egy picit tudunk segíteni, tulajdonképpen semmit nem adunk, csak fél liter vért, amiből meg van bőven. És így aztán igyekszünk egy kicsit még többet tenni az emberekért. Nem csak mi rendőrök, állampolgárok, és aki ide bejön, mindenki egy pici hős, aki ide bejön és befekszik az ágyba. Rendszeresen forgatunk más véradó helyszíneken is, ahol már hallhattuk a civilek gondolatait a kezdeményezésről. De alapvetően miért ad vért egy rendőr, vagy ők éppen miért tartják ezt fontosnak? A mi kollégáink nagyon sok mindent látnak, és nem mindig tudunk segíteni úgy, ahogy szeretnénk. Ez viszont egy biztos pont. Itt tényleg tudjuk, hogy amit adunk, az biztosan jó helyre fog kerülni. Azt hiszem, hogy ők is ezt érzik, és ezért jönnek ilyen lelkesen. Nagyon szép számokat produkálunk, és nagyon nagy a lelkesedés. Talán 3 éve volt utoljára, és meglepően nagyok a sorok. Az akció sikere nyomán joggal reménykedhetünk abban, hogy innentől kezdve ismét rendszeresen lesznek kéklámpás véradások autentikus helyszínen.
Dunajváros alapítóinak egyesülete társszervezetét, a Csepregi Farkas János Egyletet látta vendégül a hétvégén. A vendégek többek között megismerkedhettek Dunajvárossal, meglepte őket a város, és nagyon tetszett nekik, amit láttak. Szokás a Dunajváros alapítóinak egyesületénél, hogy vendégként felkeresik barátaikat, és természetesen viszonzásul vendégül látják őket, mint ahogy ez most történt. A mostani napunk azzal telett, hogy dél körül jöttek, és körbevittem a városközpontba, megmutattam a különlegesebb épületeinket, kivittem őket a kilátóra, hát teljesen el voltak csodálkozva, hogy micsoda szép ez a város, nem gondolták volna, és hogy mennyi zöld van itt ebbe a városba. Érdekes, hogy akik először jönnek Dunajvárosba, nem győznek csodálkozni a zöld városon. Úgy tűnik csak nekünk megszokott a sok zöld felület. Kóbor Etelka arról is beszélt, hogy nekik miért fontos egy ilyen találkozó. Tulajdonképpen megismerjük egymás kultúráját. Mi is, a mi alapszabályunkban is bent van, hogy a kultúrát, meg a város múltját is föltárjuk, a környező népviseleteket, népszokásokat. Ugyanez a másik egyesület is a saját környezetén belül, és tanulunk egymástól. Az eseményre meghívást kapott Barta Endre alpolgármester is, aki természetesen örömmel vett részt a találkozón. Városalapítóknak van most egy rendezvénye, ugye amikor Kóbor Etelka engem megkeresett azzal, hogy szeretnék megvendégelni ugye azokat a településeknek a szintú úgy egyesületeit, akikhez ők is mindig ellátogatnak, akkor így örömmel álltunk emellé a rendezvényen, hogy nyilván nekik is ez egy ilyen egyrészt kikapcsolódás, másrészt hagyományápolás és egy nagyon jó kis kapcsolatépítés. És hát azt gondolom, hogy szükség van ezekben az időkben, hogy kicsit így ki lehessen engedni a gőzt, jól érezni magukat, és főleg akkor, hogyha ahogy hallottam, illetve ahogy végig tudtam követni, azért nem csak a szórakozásról volt itt szó, hanem azért tartalmas események is kapcsolódtak ehhez a két naphoz. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy ilyen aktívak még mindig, hiszen ugye a városunk most 73 éves, hát nyilván a Városalapítók Egyesületére is ugyanúgy számítunk a későbbiekben is, mint az eddigiek folyamán. Barta Endre elmondta még, hogy örömmel tapasztalja, hogy egyre több olyan rendezvény van városunkban, ahol az idősebb generáció megtalálja magának való környezetet, partnereket és kellemes perceket, órákat tudnak eltölteni jó társaságban. Szép sikereket ért el a Veszprémi Kápó Alapfokú Művészeti Iskola közössége a közelmúltban megrendezett táncversenyeken. Füsi Gyöngyi beszélt a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által szervezett táncművészeti fesztiválról, majd néhány nappal később az iskola hírt adott az országos modern kortárstánc tanulmányi versenyeken elért eredményekről is. Néhány héttel ezelőtt rendezték meg a fővárosban a 33. Országos Ifjúsági Táncművészeti Fesztivál idei felvonását. Itt a Veszprémi Kápó Alapfokú Művészeti Iskola Rózsák csoportja a második helyezést ért el a Hangok című koreográfiával. Ezt Füsi Gyöngyi készítette a csapattal. Ő mesélt nekünk a felkészülésről, valamint a paksi fordulóról. Az ottani harmadik helyezés jelentette, hogy bejutottak a döntőbe. A paksi elődöntő után mindig van egy szakmai értékelés, ahol a zsűri elmondja, hogy ők mit látnak esetleg hiányosságként, mit javítsunk ki. Úgyhogy az elődöntőtől eltelt egy hónap, arról szólt, hogy ezt a koreográfiát még csiszoltuk, kiegészítettük. Hát egy kicsit félve mentünk, mert a harmadik díj az mindig egy ilyen lehetőség inkább, mint biztosíték, de nagyon nagy öröm volt, amikor kihirdették, hogy akkor ez egy második helyezést ért. Az elismerésért bár dolgoztak, az eredmény azért kissé hihetetlen volt a csapat számára. Füsi Gyöngyi szerint ez egyben azt is jelenti, hogy még nagyon sokat kell dolgozni a táncosoknak. Nagyon lassan sikerült felfognunk azt, hogy ez egy második díj lett, mert azt éreztem a lányokon is, hogy hú, ez most tényleg igaz, és most ott állunk, és akkor tényleg egy második díjat nyertünk. Azt jelenti, hogy az út jó, amin járunk, és egyben azt is jelenti, hogy még nagyon sok mindenen kell dolgoznunk. A megmérettetés egyébként egy egész napos program volt a táncosok számára, s bár tapasztaltak a fellépések terén, azért nem egyszerű egy hosszú várakozás után színpadra lépni. Ráadásul a mozdulatművészet kategóriában indultak, a performance-nak szigorú szabályoknak kellett megfelelnie. Mozdulatművészet kategóriába készült ez a koreográfia, ami azt mondja ki, hogy a mozdulatoknak, világosaknak és tisztának kell lenni, a koreográfia nem mesélhetett történetet, tehát egy absztrakt táncról beszélünk, ahol nagyon-nagyon fontos, hogy együtt dolgozzanak, minden egyes rezdülés, minden együtt mozdulat együtt legyen, úgyhogy
szigorú megkötései vannak ennek a kategóriának, amiben most indultunk. Az interjú után néhány nappal ismét örömteli eredményekről számolt be az iskola. Harmadik helyezésnek örülhettek a 8. országos modern kortárstánc tanulmányi versenyen. 7. korcsoportban kortárs szóló kategóriában Kis Dorottya menekülés koreográfiája 3. helyet ért, míg a 7. korcsoport kortárs csoport kategóriában az Otthonomban című koreográfia szintén 3. helyezett lett. Itt Grácer Eszter, Kis Dorottya, Pahocsa Kamilla és Szűcs Dóra táncoltak. A 7. korcsoportban a délutáni táncocska Grácer Eszter és Szűcs Dóra előadásában és 5. korcsoportban a Magamban című koreográfia most nem állhatott fel a dobogóra. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Várjuk önöket legközelebb is. Viszontlátásra! Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.